Üdvözlöm és a legjobbakat! A mai videómban egy igencsak érdekes helyről jelentkezek be, mégpedig len az Érdi Művelődési Központból. Ám bátor, mielőtt még bevennénk, mondok nektek valamit, mégpedig len az itt parkoló autók közül az egyiket, mégpedig len ezt a kis aranyost, amin nagyon klassz kis karakterek vannak. A Genshin Impact nevű videójátékból vannak rajta karakterek végig matricázgatva. Igen, igen, és mit ne mondjak, nagyon mutatósak, mert hogy akárhogy vesszük, föl vannak végig téve rajta, és nagyon szépen ízlésesen vannak megcsinálva. De mindezek után menjünk be a bőrzére. És már bent is vagyunk a kis bőrzén, mit ne mondjak, kis családias hangulatban, megnézzük, hogy miket láthatunk itt az asztalokon. Kedve ez az asztallal néhány érdekes figura, apróságok, képregények, hivakat, és sok érdekesség lapul itt az asztalokon, ahogy láthatjuk, itt is, ott is, amott is, nagyon klassz kis animés stand, és kitűzőkkel, matricákkal, szemüvegtörlővel, meg minden jóval, tovább fordulva képregényeket láthatunk a másik asztalnál, átfordulva egy rózsaszínnél is rózsaszínebb asztalnál várhatunk sok kiváló kitűzőt, Azbin Hotel, Helluva Boss és minden egyéb kitűzőkkel, hűtőmágnesekkel és sok más hasonló dologgal. Átfordulva egy hosszanti asztalnál képregényekkel kezdünk, majd tovább megyünk egy legós asztalhoz, aminél vegyesen sokféle dolog lapul, a Atlantistól Bionicle-en átmegyünk egy másik asztalhoz, ahol a különböző Disney Infinity, Skylanders, egyéb képregények lapulnak. Átfordulva, egy újabb asztalnál újabb figurák vannak, Hónapharca képregényekkel, nagyobb klassz figurákkal, mit ne mondjak, mindenféle fajta dolog is lapul itt, amit ne mondjak, másik oldalt pedig képregények vannak, töménytelen mennyiségben. Igen, igen. Átfordulva, következő asztaloknál, hopp, következő soron láthatunk újabb képregényeket, ilyen magyar képregényeket, meg mindenképp vegyesen, egy póló mintázó varró műhelynél, ahol helyben készülnek a dolgok. Mindenféle fajta Image Comics van itt betárazva. Következő tárnál is sok minden lapul, átfordulva, ismét egy képregényes sor, néhány pókemberessel, Star Wars dolgokkal, és tovább Oson van, másik asztalnál, képregényeket láthatunk itt is, Supermanes, Predátoros, Garfieldok, meg sok más hasonlót. Igen, átnézve a dolgokat, vannak klassz híróaktorik, meg kis Lego emberkék, illetve exoforces figurák lapulnak ott elől-hátul. Átfordulva a másik oldalra, pedig egy magyar dolgot láthatunk, illetve klassz fém alátétekkel, amik egyéni mintázattal vannak, és néhány igencsak érdekes figurával. Igen, igen. Bejárattól szemközti asztalnál néhány egyéni grafikát láthatunk, nagyon klassz kis rajzok, festések és egyebek, nagyon menők, áttérve róla, egy fullos társasjátékos asztal, mindenféle klasszabbnál klasszabb dologgal. QR-kóddal, hogyha bejöttök, az eladó játékaim csoportba, akkor ott mindent láttok is. Na, itt egy infókat megkaptuk a dolgokról. Sem baj. És végül, de nem utolsó sorban, itt van Gabi és Gabi mindenes is asztalkájának egy kis tömörített verziója, amilyen bőven lehet mit találni, hogyha az ember megtalálja itt a nagy dobozban. Igen, igen. Szóval ezen rövid kis bőrze után nézzük is meg, hogy miket is szereztünk. Szóval igen, egy rendkívül
érdekes kis bőrze volt. Nem tudom, hányszor mondtam már az érdekes pointet, de inkább abba hagyom, mert már nem túl érdekes. Szóval igen, aranyos kis bőrze volt. Azt kell, hogy mondjam, hogy mintsem első bőrze. Nagyon kis hangulatos volt, és remélem, hogy az érdiek megtalálták azt, amit kerestek. Szóval pár apróságot találtam csak csupán. Ezek közül az első, nem más, mintsem, ez a rendkívül mód kis aranyos autóformer. Pontosan nem tudom, hogy miként micsoda is lenne ő, mert tudtam annyit, itt az alján nézve, hogy egy Switch Force nevű szériában volt, és egy kis utánajárással annyit megtudtam, hogy valamiféle kombinációs figurának a része lenne, de hogy és miként és hogyan, azt nem tudom, de nagyon kis aranyos, egy pár pillanat alatt át lehet alakítani, tehát semmi kihívás nincs az ő kis átalakítási rendszerében, ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, egy jópofa kis minőségi régi figura, bár annyi bosszant, hogy van a lábán ez a két nagy kis valami, és ezeknek konkrétan nincs helye az alternatív módba. Először azt hittem, hogy ide mennek rá, de ide nem megy rá, hiába van rajta ez a lyuk, az a négyzetes forma, de egyikre se tudtam rátenni, hiába erőltettem, illetve innen hiányzik egy valami, de mindezek ellenére elvileg egy kicsit lent kereke lenne neki. Nézzük is meg. És valamicskét megy is. Szóval igen, ő volt az egyik szerzemény, a másik nem volt más, mint sem egy nagyon szép Skylanders figura. Igen, ezt Gabi asztalánál találtam, és talán azt hiszem ezt is, de mit kell mondjak, nagyon szép aranyozott kis figura. Ez a része ilyen gumisabb műanyagból van, de számomra nagyon megtetszett, mint egy ilyen egyiptomi kis istennőnek a szobra. Az arca nem feltétlenül a kedvenc részem neki, de egy gyors átfestéssel hamar meg lesz. És végül, de utolsó sorban most tényleg nem volt túl sok minden ezen a bőrzén, nem a bőrze rovására mondom ezt, csupán én nem találtam benne olyan dolgot, amiket én kerestem, de a bőrzére Dávid cimborámmal mentem, ki elhozta nekem ezt a Nexo Knights Clay figurát, nagyon klassz kis páncélos Lego emberke, igen, Lego emberke, mert itt ül benne őkkel, mert szóval nagyon klassz kis figura, és összességében ez lenne az első érdi bőrzének az összvisz szerzeménye, ugye elvileg még Clay sem nem tartozik bele, de hozzáteszem, mert hogy ő is a része ennek a pakettának. Így jobban látszanak. Szóval igen, azt kell, hogy mondjam, ahogy korábban említettem, első bőrzének nagyon kis hangulatos volt, remélem, ha ismételten megrendezésre kerül, egy kicsit nagyobb helyet kap, egy kicsikét talán több figurával, de hát ugye mivel képregényes bőrze, ezért annak egyáltalán nem volt rossz, és remélem, akik ott voltak, élvezték azt. És végül pedig köszönöm, hogy megnézted ezt a videómat, amennyiben ott voltál a bőrzén, és tetszettek a dolgok, kérlek hagyj egy lájkot, vagy hogyha úgy a videó tetszett, akkor is, illetve ha ott voltál a bőrzén, kérlek írd meg, hogy miket láttál, hogyan volt, illetve ha te voltál valamikor mostanában bőrzén, kérlek azt is írd meg. Amennyiben pedig tetszett ez a videó, kérlek iratkozz fel, és nézd meg hasonló tartalmaimat. Még egyszer köszönöm, hogy megnézted a videómat, és a továbbiakban is a legjobbakat. Sziasztok!